türelem, megértés, és talán nem utolsó sorban hatalmas, vagy mondhatjuk, hogy végtelen hatalmas gyermekszeretet. Talán ez jellemzi legjobban az óvónőket, vagy mondhatjuk, hogy a pedagógusokat és mindennapi munkájukat, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy azok a gyerekek, akik őket körülveszik, biztonságban lehessenek és megfelelően fejlődhessenek, illetve fejleszthessék őket. Ezzel fogunk foglalkozni a mai Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban, ehhez pedig nem más a vendégem, nem más lesz segítségemre, mint Fülöpné Varga Gabriella, aki nyugdíjba vonulása alkalmából emlékérmet is kapott a hosszú-hosszú évtizedes munkája, illetve az áldozatos munkája kapcsán. Ez egyébként nem régen történt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást. Talán menjünk a legelejére ennek a szép történetnek. Ha jól tudom, már egészen kicsiként megfogalmazódott önben, hogy gyermekekkel szeretne foglalkozni a későbbiekben. Igen, hát ezt eleve abból indulok ki, hogy nagy családból származom. A szüleim 11 gyermeket neveltek, és közülük én voltam a legfiatalabb. Tehát én beleszülettem egy olyan családba, ahol rengeteg szeretetet kaptam, rengeteg megértést, gondoskodást az idősebb testvéreimtől, szüleimtől természetesen, és egy egész fantasztikus gyermekkort tudok magam után magaménak, és ahogy a család bővült, ahogy az idősebb testvéreim férhez mentek, illetve megnősültek, bővült a család. Jöttek a kis unokák, a szüleimnek a kis unokái, tehát folyamatosan gyerekek között voltam, gyerekekkel volt kapcsolatom. Akkor még én is, mint gyerek, és hát nagyszerű játékokban, nagyszerű együttlétekben volt részem. És hát nagyon kötöttem, és nagyon-nagyon szerettem volna természetesen én is óvodába járni, ami viszont sajnálatos módon nem adatott meg abban a faluban, ahol éltem, és ahova születtem, mert abban az időszakban nem engedte meg az a rendszer azt, hogy én óvodába mehessek, mert egészen egyszerűen édesapám nem csatlakozott a termelőszövetkezethez, és emiatt úgymond ez volt a büntetése, vagy büntetésünk, hogy én nem járhattam óvodába. De utána ezt bepótoltam rendesen, úgyhogy nem volt gond. Sajnáltam nagyon, mert amikor édesanyámmal bementünk a faluba, a központba, akkor azért mindig oda kanyarodtunk az óvoda elé, és akkor a kerítésnél álltam és figyeltem, és én kint énekeltem, az óvodások bent az udvaron, tehát valamilyen szinten részese lehettem, de nem úgy, ahogy szerettem volna. Ezt követően ugye az iskolánál már ott nem volt ilyen gond, hogy nem kerülhettem bele a közösségbe. Én nagyon-nagyon-nagyon szép emlékeket és nagyon jó emlékeket tudok a mai napig visszaidézni, mert nagyszerű pedagógusok voltak az én tanítóim, tanáraim ott a faluba. Nagyon sokan voltunk egy osztályban már akkor is, amikor bekerültünk, de ebből mit sem, tehát semmit nem vettünk észre, mert olyan nagyszerű pedagógusok voltak, hogy gyakorlatilag öröm volt iskolába járni, legalábbis számomra. Én ezt így tudom megfogalmazni. És a későbbiekben is a felső tagozatnál is nagyszerű tanárok vettek körül bennünket, akik nem csak minden áron azt szerették volna megtanítani, ami konkrétan a tananyagban volt, hanem velünk éltek, és úgymond megkaptuk azt a fajta nevelést, azokat az erkölcsi normákat, amiket későbbiekben tudtunk kamatoztatni. Én a magam részéről ezt a mai napig is így gondolom. Tehát én nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam ilyen szempontból, mert a további iskoláim is
Enyingen folytattam a középiskolába, illetve a családom költözése miatt végül is Érden érettségiztem a Vörösmarty gimnáziumba, és hát ott már erősen megfogalmazódott, főleg a pályaválasztás, a további pályaválasztás során, hogy vajon merre és hova. Ott abban az akkori osztályfőnököm volt az, aki nagyon inspirált arra, és nagyon támogatott abban, hogy mindenképpen pedagógus pályára, hogy ezen belül tanítónak, vagy óvodapedagógusnak, vagy óvónőnek, akkor még ugye így hívtuk ezt a szakmát, hogy az óvónők dolgoztak az óvodákban, hogy oda, de mindenképpen a kisebb gyermekeknek a nevelése volt, ő úgy gondolta akkor, és igazándiból így is van, akik a legközelebb álltak hozzám. De azért talán nem menjünk ennyire hamar előre. Nagyon-nagyon sokszor említette, hogy a szülőfalu. Na most ugye, hogyha engedi, akkor elárulom a kedves nézőknek, hogy közösek a gyökereink, Dégről származik Gabriella. És azt is említette nem olyan régen, hogy az óvodai nevelés alap pillére a család, hogy egy kicsit még a családnál maradjunk. Mennyire támogatták önt akkor a család, amikor elindult ezen a pályán? Mennyire voltak ön mellett? Mi volt az ő véleményük a pályaválasztásról? Hát azt gondolom, hogy ilyen szempontból is szerencsés voltam, mert amikor már erre sor került, akkor már csak édesanyám élt, édesapámat akkor már sajnos elvesztettük, és nem volt velem. Édesanyám maximálisan támogatott abban, hogy a nehézségei ellenére, ezt hozzá kell tenni, támogatott abban, hogy tovább tanuljak, de azt kell, hogy mondjam, hogy ő tulajdonképpen mindegyik testvéremet, aki elhatározta, hogy ő ezt szeretne lenni, azt szeretne lenni, vagy bármi, akkor ő abba támogatta. Tehát ez egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó volt akkor is, amikor ezek a dolgok történtek, és így visszagondolva is, hogy ő maximálisan engedte azt, hogy aki szárnyalni szeretne, az szárnyaljon, aki mással van megelégedve, akkor azt is ugyanúgy támogatta abba a választott szakmájába, vagy tevékenységébe. És hát természetesen a bővebb családom, a testvéreim is mind minden pillanatban és azóta is mellettem voltak, támogattak, tehát nálunk ez úgymond tényleg mindenkiben, mindegyik testvéremben beleívódott az egymásnak a megsegítése, a ráfigyelése, az odafigyelése, a megértése, nagyon fontos, hogy mit, miért és hogyan tesszük szerintem, és én ezeket a választási lehetőségeket, bármilyen megtörtént, ezt én nagyon jól éltem meg, mert hogy nekem egy nagyon-nagyon sok szeretetet adó és támogató családom volt, van a mai napig, azt gondolom. Aztán ugye 1977 novembere nem csak a város életében, hanem az ön életében is egy nagyon fontos, ominózus pillanat volt, amikor is ugye a Ligetsori óvoda megnyitotta a kapuit, de hát itt el is kezdte ön a pályafutását, tehát ahogy az óvoda megnyitotta a kapukat, ön is elindult a pályán. Igazániból helyesbítenem kell, mert ez 79 volt. 1979, nem 77, de nincs ezzel gond. Tehát igen, ez ugye az érettségi után a felvételizés Kecskemétre adtam be a felvételi jelentkezésemet, ahova fölvettek. Ott akkor még 2 éves volt az óvónőképző, és ott elvégeztem, és hála Istennek akkor nagyon nagy volt az igénye az óvodapedagógusokra, most is hozzáteszem, ez csak zárójelbe zárva, de nagyon sok országszerte sok óvoda épült, és egy ilyen óvoda volt akkor itt Székesfehérváron, a Ligetsori óvoda,
amit akkor adtak át 79. novemberébe, de itt már ugye megkezdődött a munka szeptembertől, mert hát a gyermekek itt voltak és kopogtattak az ajtón. Akkor az akkori vezető óvónőm, dr. Filkei Lajosné, Sári néni, aki hát sajnos már nincs közöttünk, ő vezette az óvodát, és hát ha jól emlékszem, a 17 fős nevelőtestület, amikor jött, mi akkor 10-en jöttünk a főiskoláról. Az első napra emlékszik esetleg? Fel tudja idézni, hogy milyen pillanatok voltak akkor, hogy hogyan lépte akkor át az óvodának a kapuját? Hát az a legelső alkalom, amikor átléptem a Ligetsori óvodának az ajtaját, egyrészt mivel vártam és vártuk ezt mindannyian, nagyon jó volt, de azt hozzá kell tenni, hogy mivel ez egy induló óvoda volt, rengeteg feladat volt az előkészítésben, az épülettel kapcsolatban, tehát nagyon sok munkát kellett elvégezni ahhoz, hogy fogadóvá tudjuk tenni az intézményt. Egy kicsit ijesztő is volt, mert a főiskolán a gyakorlatok során ugye 24-23 fős csoportokba dolgoztunk. Rengeteg gyerkőc volt, hát mondhatjuk így, és talán, hogy a keze alatt. És akkor minket 43 kis csoportos várt, igen. És azért ez egy kicsit az első pillanatokban ijesztő is volt egy kicsit, nyilvánvaló. Igen, nyilvánvaló, hogy ez egy óriási nagy kihívás volt minden pályakezdő számára. Nyilván azok a kolléganők, akik akkor mondjuk már pár éve pályán voltak, ők nem annyira élték ezt meg rosszul. Mi sem rosszul értük meg, csak meglepődtünk erősen erről, hogy ilyen sok gyermek volt egy csoportban. A másik nagy kihívás az volt, hogy 6 órától 6 óráig volt nyitva az óvoda. Az akkori időszakban ugye minden szülő dolgozott, és jellemzően itt Székesfehérváron ugye nagy cégek akkor is, akik voltak 6 órától 2-ig, 2-től 10 óráig volt a munkaidő, tehát a gyerekek gyakorlatilag itt voltak nálunk az óvodába 6 órától 6 óráig. És biztosan, hogy rengeteg élmény érte önt, illetve a gyerekeket akkor is, de van-e esetleg olyan momentum, vagy pillanat, esetleg esemény, program, ami a mai napig a szívében és az eszében élénken él, és ami nagyon-nagyon megmaradt önben? Hát ilyet nagyon sokat tudnék mondani. Nekem nagyon sok ilyen pillanatom volt, mert hogy az, ami a gyermekekkel kapcsolatos történet, akár a velük való foglalkozás, vagy csak az, hogy értük tenni bármit is. Nem tudnék választani egyet, mert nagyon-nagyon sok van. Nagyon szép emlékeim vannak arról, és a mai napig örülök, amikor megszólítanak az utcán, az akkori gyermekeknek, a csoportom belé gyerekeinek, mondjuk az anyukája, vagy én ismerem meg, vagy az apukája. Ezek fantasztikus dolgok, pedig ez most már 40 éve volt, de legalábbis 39, és ezek jók. Tehát ez azt jelenti, hogy valamit tudtam adni, ők biztos, hogy nekem sokat adtak, de hogy én is tudtam adni, mert hogy nem felejtettek el, és nem felejtenek el, és megkiabálnak, és találkozunk különböző munkahelyeken, és megszólítanak, hogy Gabi néni, én is tudom mondani az ő nevüket rögtön, de jó kapcsolat volt, tehát akkor mondhatjuk, hogy gyerekekkel, szülőkkel. De a legeslegelső ilyen alkalom, amikor beiratások voltak, akkor már mint vezetőként dolgoztam, és voltak a beiratások az óvodába, és bejött egy fiatal anyuka, és ránéztem, és mondtam, hogy szervusz, Anita. És akkor így ránézett, hogy tetszik rám emlékezni? Mondom, igen, tetszem rád emlékezni, igen, természetesen. És akkor mondta, hogy akkor ő hozta most a kicsi lányát az óvodába.
Ez nagyon-nagyon szép emlék, és hát utána követték többen is így, hogy visszajöttek, és immáron már az ő gyerekeik is tőlünk mentek iskolába, vagy most is vannak olyan gyermekek még tavasszal is, akiket beírtam, és valamikori óvodásainknak a gyermekei. Mi volt a titka önnek, vagy mondhatjuk, hiszen a mai napra kiterjed, vagy mondhatjuk, hogy a mai napig ugye megszólítják az utcán, emlékeznek önre. Miben rejlik az, hogy ilyen jó viszonyt ápolt, nem csak a gyerekekkel, a szülőkkel egyébként? Tudhatjuk-e, hogy szigorú óvónő volt, vagy miben rejlett, hogy ennyire tisztelték önt, és a mai napig is tisztelik? Én azt gondolom, hogy nem voltam szigorú, én következetes voltam. És én nem gondolom azt, hogy egy óvodába, egy ilyen apró gyerekekkel foglalkozó intézménybe a szigornak helye van. Én azt mondanám, hogy következetesség az nagyon fontos, mert az bármikor, bárhol tetten érhető, és visszaköszön. Nagyon okos kisgyerekek, a 3 éves gyerekek már. Tehát... És azért itt tényleg rengeteg évről, évtizedről beszélünk, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú, és ugyanakkor szép időszak, nem lehetett könnyű az elszakadás az intézménytől. Való igaz, hogy nem lehetett, vagy nem volt könnyű ez, és még ez tart, nyilvánvaló, hogy ezt így nem lehet, hogy egyik nap itt, a másik nap ott, és én amikor meghoztam a döntésemet, hogy nyugdíjba fogok élni, fogok ezzel a lehetőséggel, hogy nyugdíjba jöjjek, tulajdonképpen akkor én elterveztem azt, hogy igen, én nem tudok eljönni egyik napról a másikra, hanem ennek kell egy kis kifutási idő, kell egy kis, hogy visszamehessek, vissza is várnak, tehát hozzáteszem, hogy vissza is várnak az intézménybe, de kellett az, hogy bemenjek legalább egy héten egyszer, egy kicsikét, nyilván, hogy ebbe az is benne volt, hogy várták is a kolléganők, a helyettesem, hogy egy kicsikét még segíteni, hogyha arra volt szüksége, de egyáltalán maga az a, mondjam azt, hogy a levegő, az, ami egy ilyen óvodában van, és az ember megszokja, az kell. Aztán másik dolog is volt, az is nagyon helyes volt, hogy amikor már az év vége fele ugye kiderült, hogy szeptemberben nem leszek az óvodában, és nem fogom megkezdeni a munkát, és akkor az egyik kisfiú jött oda hozzám, hogy de hát Gabi néni, akkor én most kihöz fogok oda menni, megmondani, hogy mi a hiba, és mit kell csinálni. Tehát a gyerekek is konkrétan érezték ennek a dolognak a súlyát, igen. Pedig hát elég aprók ahhoz, hogy ilyen dolgot tényleg komolyan. Nagyon helyesek, aranyosak voltak, és tehát ő például így fogalmazta meg az én hiányomat majdan, ami majd lesz, úgy gondolta, de azóta is, amikor találkozunk, vagy találkoztunk, akkor azért mindig nagy ölelésbe vagyunk, mert találkoztunk a karácsonyi fellépéseknél, és nagy öröm volt találkozni velük, találkozni a szülőkkel, ugye ők is ott voltak. Én azt gondolom, hogy összességében én egy nagyon-nagyon, gazdag életet élhettem itt meg az óvodába. Olyan nagyon sok szeretetet kaptam, ami igazán gazdaggá tett engem. A gyerekektől, a szülőktől, a kollégáimtól, róluk még szinte nem is beszéltem, pedig nyilvánvaló, hogy lehet, hogy elcsépeltel hangzik, de ez valóban így van, hogy nélkülük ezt így nem lehetne csinálni. Tehát vezetőnek nem születik az ember, ugye embernek születik, és az csak majd nagyon hosszú idő után dől el, én ezt éltem meg, hogy valóban milyen vezetővé válhat, és hogy egyáltalán alkalmas-e arra, hogy egy ilyen szerteágazó, nagy-nagy családot úgymond vezessen.
Tehát mondhatjuk, hogy tényleg meglett ennek a rengeteg évnyi áldozatos munkának a gyümölcse, hiszen említette, hogy a gyerekek megszólítják a szülők szeretete, illetve hogy ez a rengeteg sok esemény, illetve program mélyen a szívében él továbbiakban is. De hát azért nem csak ennyivel gazdagodott Gabriella, hanem egy emlékéremmel is. Ez milyen érzés volt önnek? Hát igen. Természetesen én azt gondolom, hogy ez a város részéről, a fenntartó részéről egy a megbecsülésnek a jele, és igazán megtisztelő volt átvenni ezt az emlékérmet, a szolgálati emlékéremről, gondolom arról beszélünk, mert hogy előtte egy másik, egy pedagógus emlékérmet így is van. Tehát itt azért már kaptam. Több olyan emlékéremről van szó, ami az ön munkáját. Igen, és hát én ezt mindenképpen nagyon megtisztelőnek éreztem a város részéről, fenntartó részéről, hogy ezt megkaptam, és hát ezen felül még nekem, még 1989-ben már volt egy miniszteri dicséretem, ami szintén akkor nagyon-nagyon megtisztelő volt, mert fiatal vezetőként és tényleg fiatal óvodapedagógusként én akkor azt is nagyon-nagyon nagyra becsültem, azt a gesztust, hogy én ezt akkor megkaphattam, és hát most ez a kettő elismerő érem, ez meg tényleg azt gondolom, hogy ennek a 40 évnek, és hát valahol azt gondolom, hogy a munkámnak az elismerése, amit végeztem, valószínű, hogy megelégedésükre, mert különben gondolom, hogy nem kaphattam volna meg. Az már bizonyos számomra, illetve biztosan a nézők számára is, hogy nem bánta meg, hogy ezt a pályát választotta. És még egy kérdés mégis maradt bennem. Elérte ön azt, Gabriella, így a pedagógusi pályafutása során, amit annak idején tervezett, hogy szeretne elérni, vagy megélni? Hát én erre azt gondolom, azt mondom, és így is gondolom, hogy amikor én a pedagógusi pályára léptem, és bekerültem ebbe, nem terveztem azt, hogy mit szeretnék elérni, mert mindig az a napi feladat, az előttem álló feladat volt, amit meg kellett csinálni. Tehát a kihívások alakították ezeket? A kihívások, igen, a kihívások alakították, ez az egyik dolog. A másik, amit én erről gondolok, az, hogy a mindennapi munka után az elégedettség, az, amibe az ember, én legalábbis így éltem meg a mindennapokat. Soha nem tudtam úgy letenni úgymond a munkát az óvodába, egyetlen nap után sem, amíg csoportban voltam, akkor sem, meg amikor már vezető voltam se, hogy utána még otthon nem otoszkált volna, hogy most vajon ezt most megcsináltam, de jól csináltam, jól döntöttem-e, kellene még egy kis segítség, vagy nem kell segítség, kitől kérjem a segítséget, ha segítségre van szükség. Tehát ezek ilyen mindig így maradt, mindig másnapra is egy kicsi dolog. És én azt gondolom, hogy ami engem motivált arra, hogy óvodapedagógusként vagy pedagógusként dolgozzam, az a gyerekeknek a tisztelete, szeretete, az embereknek a szeretete, tisztelete. Én ezt mindig nagyon fontosnak tartottam, és mindig szem előtt tartottam. Én azt tanultam a főiskolán, azt tanultam a szűkebb családomban, hogy az első a gyerek. És azóta is mondjuk azt, hogy a gyermek mindenek feletti érdeke az, ami vezérelt. És én azt gondolom, hogyha összegezni kell, akkor én ezt elvégeztem. Hogy mindig ők voltak fontosak, mindig az volt, hogy nekik jó legyen. Nagyon szép feladat volt annak idején, amikor 22 éve elsőként elkezdtük a mi óvodánkba az integrálást.
hallássérült gyerekeket fogadtunk be, és gyakorlatilag az egy szurdópedagógus kolléganő segítségével építettünk fel egy nagyon-nagyon jól működő rendszert. Ez óriási kihívás volt, és nagyon-nagyon büszke vagyok a kolléganőimre, akik ezt felvállalták, ennek a munkának az oroszlán részét, és nagyon büszke vagyok azért a szülőkre is, hogy ők megbíztak bennünk, hogy járatlan úton kezdtünk el járni. És hát tőlük is nagyon sok visszajelzésünk van, és boldogok vagyunk. Én a magam részéről nagyon boldog vagyok, hogy a legelső hallássérült kislányunk főiskolát végzett, férjhez ment, csodálatos életet élhet, és ehhez mi szerintem nagyon nagyban hozzájárultunk, hogy ő egy integrált csoportba tudta elkezdeni a kis életét. Én önnek a továbbiakban is egy ugyanilyen gyönyörű és boldog, hosszú életet kívánok, gyönyörű, szép nyugdíjas évekkel természetesen, és köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, de ne kapcsoljanak el, érdemes továbbra is velünk maradni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!